Guy Havard first, please. We've got Adam Idah here as well. It's a joint press conference. So Adam Idah and Stephen Kenny. So if Guy Havard wants to get us underway. Okay, Gavin Cooney then. Hi, Stephen. Just give us your assessment of that performance and result, please. Egyszerűen csak az értékelését kéri a szövetség kapitánynak, hogy hogyan értékeli a mérkőzést. I think it was a tough game. We knew that Hungary have won the Nations League group. I think we were aware that they qualified for the Euros, beating Iceland. This was the game, big game for them, going to the Euros, crowds back. So it was always going to be a difficult game. I think our players were excellent overall. The commitment and their sense of team was fairly evident. It wasn't a perfect display, first half we couldn't, we weren't as cohesive as I would have liked us to be, but we defended really well. And obviously John Egan's header off the bar. Second half we were very much a threat on every counter attack. Adam Idah was very, very dangerous in the second half, and as were the other forwards, and we caused a lot of problems. Excuse me, sorry. Maybe a question for Adam in the meantime there, Gavin. Adam, can you talk about why the players... Gavin, just need to translate the answer, please, Gavin. Tehát azért a szövetségkapitány értékelése az, hogy kemény mérkőzés volt. Tudtuk, hogy Magyarország egy olyan ellenfél, amely megnyerte a Nemzetek Ligája csoportját, ott van az Európa-bajnokságon, a rájátszásban legyőzte Izlandot, és tudtuk, egy olyan mérkőzés lesz, ahol végre visszatér a közönség, visszatérnek a nézők. Általánosságban úgy gondolom, hogy jó teljesítmény nyújtott az ír válogatott. Nem játszottunk tökéletesen az első fél időben, jobban kihasználhattuk volna a lehetőségeinket, viszont és nem voltunk különben eléggé kompaktak, eléggé tömörek, de jól védekeztünk, és főleg a második fél időben az ellentámadásokból veszélyesek is voltunk. Adam Idah, illetve a többi csatár, aki pályára lépett, mind gondot tudott okozni a magyar védelemnek. Gavin, far away. Adam, can I ask you why you and the players felt it was important to take a knee ahead of the game, and your reaction then to hearing it booed roundly by the stadium? Ugye a kérdés Adam Idahhoz irányul, és arra vonatkozik, hogy mennyire tették magukévá azt a kezdeményezést, hogy letérdeljenek a mérkőzés elején, és mennyire lepte őket meg a közönség fújó reakciója. Obviously, it's disappointing to see the fans and the whole stadium booing us taking the knee. It's for a good cause, trying to stop racism. We need to. It's a sign to kick racism out of society. And just the reaction was very disappointing for us. We weren't expecting that, and obviously we wanted to take the knee. And like I said, it's for a good cause and trying to stop racism. Thank you very much. A válasz pedig az, hogy igen, csak csalódást keltő, hogy a stadion és a nézők fújoltak, hiszen egy jó ügyért történt a letérdelés, a rasszizmus megállítása és illetve a társadalmat kívül tartása érdekében történt, úgyhogy csalódást keltő, hogy ilyen reakciót váltottunk ki a közönségből. I think it was the right decision. I was approached about whether we wanted to take the knee, and I insisted that I approached Barry Gleason and said, it's something that we want to do. We want to take the knee, and I think it's an important message. I think it's a very, very important message. The fact that it was booed is incomprehensible, really. And it must be damaging for Hungary, with the Euros in Hungary. It's disappointing. It doesn't reflect well on Hungary, really, on Hungarian support. It doesn't reflect well, and I think our players wanted to do it. It's important. It's an important stance, and I commend them for taking that stance.
Én úgy gondolom, hogy a szövetségkapitány, hogy megfelelő döntést hoztunk engem. Mérkőzés előtt megkerestek ezzel a kéréssel, amit érdeljünk le, és úgy gondolom, hogy ezzel egy rendkívül fontos üzenetet próbáltunk továbbítani, úgyhogy értetetlen volt a nézők reakciója, és úgy gondolom, hogy ez rosszat tesz Magyarország számára a küszöbön álló Európa-bajnokság tekintetében, és rossz fényben tünteti fel. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen csalódást keltő, és nem tükrözi a magyar társadalmat, a magyar támogatást. Viszont mindenképpen jó volt az, hogy nem csak én, hanem a játékosok is mindenképpen meg akarták mutatni, hogy ki akarnak állni ezen ügy mellett. Neela Raden, please. Hi, Stephen. Just kind of a follow-up to that. I mean, it must be very disheartening, in particular for the black players in the Ireland squad to experience that. Can you speak about how they dealt with that? Adam and Gavin both gave very assured performances for the time they're on the pitch. Yeah. A kérdés továbbra is erre vonatkozik, és hogy az ír válogatott színes bőrű játékosai hogyan reagáltak erre, és hogyan érték mindezt meg? Yeah, like, obviously, three young black players are teenagers, Adam Idah, Gavin Vizunu, and Andrew Omabadadile. And also, Chidozie Albenya came on as well, and was excellent when he came on. They all performed brilliantly. But Gavin was terrific in goal, and Adam was outstanding in the second half, really caused havoc, and he was unfortunate he couldn't score, but they're well capable of speaking for themselves. They're educated individuals. They can, you know, they're very, very well capable of speaking for themselves. And but they're a credit to Ireland. They're a credit to the Irish football team. They're going to be a big part of the future of the Irish football team, and we're very proud that they're part of our team. Úgy gondolom, hogy a pályán nyújtott teljesítményükkel adtak méltó választ. Tínédzser játékosokról van szó, hogyha az ír válogatottban szereplő színes bőrű játékosokról beszélünk, Gavin Bazunu és Adam Idah is. Gavin remek teljesítmény nyújtott a kapuban, Adam pedig a mezőnyben rengeteg nagyszerű futó teljesítményével vetette észre magát. És ez nem csak nekik tesz jót, hanem jót tesz Írországnak, az ír labdarúgásnak. Egyéneket nevelünk, egyéneket javítunk, és úgy véljük, hogy ezek a játékosok a jövőben is az ír válogatott fontos részét képezik majd. Guy Havard, please, Sky Sports. Hi, Stephen. Fabulous performance by your two keepers tonight. Do you feel you've got two young lads there that are going to be vying for that number one spot for many years into the future? I think. Sorry. A kapus teljesítményre vonatkozik a kérdés. Két csodálatos kapus teljesítményt láthattuk a két különböző félidőben az ír kapusok részéről. Két fiatal kapusról van szó, akik még valószínűleg sok-sok éven át küzdenek az egyes számú kapus pozíciójáért. Yeah, hello, Guy. I think we're fortunate. We've actually got three young keepers. Mark Travers, of course, played against Serbia. You know, and Quivin Kelleher, who was in the under-21 team with myself last year. He's been terrific, and Gavin Bazuna, who's come from the back of the queue, who's also in the under-21 team. He's only 19, and they were both excellent. They played a half each, and they both were so assured and very calm and made some good saves. So we're delighted that we think we have a bright future in that area. Igen, valóban szerencsésnek mondhatjuk magukat, mondja a szövetségkapitány, hogy voltak éppen nem kettő, hanem három remek kapussal rendelkezünk. Mark Travers, aki ma nem kapott játék lehetőséget, Szerbia ellen tudott bizonyítani. Quivin Kelleher a U21-es válogatottban is már észrevetette magát, akár csak Gavin Bazunu, aki szintén U19-es és U21-es válogatottban is már feltűnt. Mindketten a maguk fél idejében nyugodtak voltak, összeszedettek, remek védő teljesítményt mutattak be, és valóban szerencsésnek mondhatjuk, hogy sok-sok éven át úgy tűnik, hogy jó teljesítményt tudunk majd nyújtani ezen a poszton. Can I ask, Adam, in terms of you next season, do you feel that you may need to have a loan? I know you were really unlucky with injuries last year, but with Norwich going up, maybe less opportunities. Do you feel you might be better off with a loan next season? A kérdés Adam Idahhoz irányul, és az elkövetkező szezonra kérdez rá. A Norwich City a csapata feljutott, így lehet, hogy kevesebb játék lehetőséghez jut majd. És mivel hogy egy eléggé szerencsétlen szezon tudhat magáénak, ahol sérülés is igencsak sújtott a kérés, az, hogy
szerencsésebb számára, hogyha kölcsönbe jut egy kölcsönbe adják egy másik csapathoz. Look, in this moment of time, I'm not really thinking about loans and that now. I'm trying to focus myself on pre-season and try getting the Norwich team. And if it comes to it and they want me to go on loan, then I'll go on loan if they think that's the best option for me. I think they know what's best for me. But for me right now, I'm confident in my own ability, and I want to go into pre-season, work hard, and if I get in the team, I get in the team. If I need to go on loan, I'll go out. Cheers, Adam. A válasz pedig az, hogy jelenleg erre nem gondolok, egyőre az alapozásra szeretnék koncentrálni a Norwich-sal, be szeretnék jutni a Norwich csapatába, és úgy gondolom, hogy a csapat jobban tudja, hogy mi a megfelelő számomra, hogyha azt akarják, hogy kölcsön adjanak, akkor ez is rendben van, hogyha ez a legmegfelelőbb opció. De most úgy érzem, hogy magabiztos vagyok, és az alapozásra szeretnék ezt pontosítani. We've only got time for a couple more questions, so Damien Spellman, please. Can I just ask Adam? Adam, what does it mean to you to play or to be a part of such a diverse Ireland squad? Megint Adam Idahoz irányul a kérdés, és az a kérdés, hogy milyen érzés, hogy egy ennyire diversifikált, ennyire változatos, sokszínű írválogatottnak a részese a része? Obviously, it's fantastic to be a part of this team, and like you said, it's so diverse. And look, every opportunity I get to play for this team, to be a part of this country is amazing. I think everyone in that change room, and there's so many people in Ireland that want to be part of this team, and it's a fantastic opportunity. And I'm so lucky to be part of this team, and I'm just looking forward to the future now. Thank you. Are you going to translate? I do. I need my mask. No, the mask is right there. That one. Elképesztő, hogy egy ilyen sokrétű írválogatottnak a részese lehetek, és minden alkalmat meg szeretnék ragadni, úgy gondolom, hogy ez elképesztő. Az öltözőben is remek a hangulat ebből a szempontból, nagyon sokan részesei szeretnének lenni ebben ennek az írválogatottnak, úgyhogy örülök, hogy ennek a társaságnak lehetnek a részesek. And last question please from Nathan Murphy. Hi Stephen, can I just ask about Shane Duffy's performance tonight and maybe his role within the squad in general? He was saying after the game he couldn't complain about not playing when he hasn't been playing at club level. The influence of him and the likes of James McLean and Seamus Coleman travelling while injured, of those senior players of keeping the ship steady while maybe there's been a bit of panic on the outside. A kérdés Shane Duffy teljesítményére vonatkozik, aki most nem panaszkodhat igazán az a kapcsolatban, hogy nem kapott volna játék lehetőséget, illetve a többi veteránra vonatkozik a kérdés, Seamus Colemanre, a sérülésére, mindazokra a veteránokra, akik tovább viszik az ír válogatott hajóját. Yeah, I think Shane has been showed himself to be an exemplary professional again this week. I think he's obviously had a difficult season by his own high standards. He recognises that. He's determined to rectify that. I think he come in every day, trained well, always had a brilliant attitude around the camp, and understand we have the squad that we have and the squad that we're building. You know, the ethos is very important going forward, whether players are playing or not playing. We need that collective will, particularly now in the introduction of 3-game windows. So there is great opportunities for players in those 3 games in 6 days. So Shane Duffy defended really exceptionally well tonight. He is an immense presence, and it's a credit to him.